Régi ismerősök, barátok üdvözölték egymást a Dombováról elszármazottak és az otthoniak negyedik találkozóján a művelődési házban. A résztvevőket Widmer Balipap Zsuzsa szervező köszöntötte. 2014-ben elindult egy Facebook csoport, elindítottam egy Facebook csoportot Dombováról elszármazottaknak. Aztán az idő úgy hozta, hogy hozzátettük azt, hogy az otthoniak is csatlakozhatnak ez a csoporthoz. Évente egyszer szoktunk találkozni, természetesen azért az itt megjelenteknek az öme dombovári, tehát azért erre a rendezvényre nem is nagyon várja erre az ember, de azért mindig akadnak olyanok, akik erre is hazajönnek. Ilyen voltam én is nagyon sokáig, aki képes volt 1100 kilométert tenni azért, hogy dombováriakkal találkozzon. A találkozó része egy pódiumbeszélgetés, amelynek vendégei ez alkalommal Kurucz Gábor, Dombováron élő pedagógus, és dr. Pálfalvi József, a városból elszármazott neves közgazdász voltak. Az ő életútjukról, Dombovárhoz való kötődésükről beszélgetett velük Palancsa László. Amikor készültem erre, akkor természetesen izgultam, de hogy odaültem föl a pulpitusra, és láttam az ismerős arcokat, teljesen megnyugodtam, és mint hogyha akár családi közösségbe lettem volna, úgy tudtam beszélgetni a Lacival. Nosztalgiáztam közben, tehát sok olyan jó dolog történt velem itt ebben a városban, ami most így felelevenítve és a jó érzéssel töltött el. Nem is akarok elmenni, nem is akartam elmenni, szeretem az itteni embereket, örülök, hogyha ismerősök köszönnek, én is ismerősöknek köszönhetek, segítjük is egymást, tehát jó ez a kisvárosi lét, én nagyon szeretem. De eddig nem beszéltem magamról, tehát az volt a furcsa, gondolom nekik is furcsa volt, hogy csomó dolgot megtudtak rólam. Sok régi ismerőseid van? Igen. Milyen útravalót adott ez a város önnek? Hát sokat. Egyrészt a matematika szeretetét Blészer tanárul, a tánc szeretetét Bodai Józseftől, hogy tudok egyáltalán dolgozni, fizikai munkát végezni édesapámtól, szeretetet édesanyámtól.